Millás FM reggeli ébresztő műsora. Nagyon szép és nagyon kellemes napot a tóvitatásban is nektek, egészen pontosan 38 percen járunk 7 óra után, úgyhogy sziasztok. És a sziasztok az gyakorlatilag nem feltétlen, illetve hát rátok vonatkozik, de még valakire, egészen pontosan Lengyel Tamásra, aki a vonal túlsó végén van. Szervusz Tamás, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt kívánok, sziasztok. Ugye a Dunaföldvári Malom igazgatójaként beszélgetünk most veled, de hát egyébként baráti nexus is van valamilyen szinten köztünk, hiszen például a csemeteink egy osztályba járnak. Majd nyilván beszélünk erről is, vagy ezzel kapcsolatosan is, de kezdjük az igazi megkereséssel, az igazi okkal, ami miatt arra gondoltunk, hogy veled azért néhány szót kellene váltanunk. Ez pedig ugye az, hogy a kialakult veszélyhelyzet kapcsán ugye az emberek elkezdtek bevásárolni, és az egyik legjobb... Így van, ezt érezzük mi is. De ez nektek jó? Hát attól függ, hogy honnét nézzük ezt a dolgot. Hogyha már lehet itt egy kicsit át is venném ezzel kapcsolatosan a dolgokat, meg a mi meglátásunkat, hogy mi az, amit látunk, és mi az, ami történik. Így a biztos vonalon. Tehát azt azért látni kell, hogyha megnézzük azt, hogy mi a statisztika, még mi egy átlagos fogyás. Tehát egy háztartás átlagosan normál időszakban havonta másfél kiló lisztet használ el. Tehát ez a norma. Tehát ebben nyilván benne vannak az olyan fiatalok, akik egyáltalán nem használják el lisztet, meg az olyan idősebb korosztály, nagymamák, stb. Sorolhat, nem, akik akár havonta 10 kilót is elhasználnak. De az átlag az másfél kiló per család. Magyarországon központi statisztikai hivatali adat, tehát helyek közben jól lehet, de legyen 2. Most, hogyha ezt megszorozzuk 12-vel, akkor kb. 20 kiló lisztet használ el, és amiben benne van a finom liszt, a rétes liszt, meg még a búza bele, és amiben a tejbeg liszt csináljuk. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy egyetlen egy Magyarországon működő, egyébként 55 darab működő malom van ma Magyarországon, egyetlen egy magyar malom sem készült föl arra csomagoló anyag tekintetében, hogy ezt az óriási megnövekedett mennyiséget le tudja gyártani. Tudsz tehát mondani egy számot? Hogy mit jelent ez a más, mert elmondtad, hogy az átlag az másfél, amikor békeidő van, de mondjuk most, hogy háború van? Hát háború azért hál' Istennek nincs, meg az emberek azért nem ölik egymást. Csak hallgatom itt. Azért én azt gondolom, hogy itt mindenki normálisan meg nyugodtan tudja kezelni ezt a dolgot. Én nem találkoztam még legalábbis nálunk az üzemnél vásároknál semmiféle ilyen problémával. Mindenki türelmesen megvárja a sort. Nyilván mi is hoztunk intézkedéseket, szabályokat annak érdekében, hogy a kollégáinkat, illetve az itt dolgozó egyéb külsős cégeknek a kollégáit meg tudjuk védeni mindenféle fertőzéstől, vírustól. De visszatérve az előző kérdésre, tehát ezt így nehéz lenne mérni. Igazából azt látjuk, hogy meg háromszorozódott, meg négyszereződött az igény. Olyan boltok, kereskedelmi hálózatok keresnek meg minket most, akikkel egyébként nem is vagyunk kapcsolatban sem, nem is voltunk. Tehát ez is azt mondja, vagy azt mondatja, amit az előbb mondtam, hogy nincsen csomagolóanyag. Tehát most jelenleg azért meg kell nézni, hogy mi történik, tehát lezárták a határokat, nyilván a kamionoknak várni kell, ezt nekünk is meg kell érteni, mindenkinek meg kell érteni, hogy nem csak csomagolóanyagba. Tehát maguk a gyárak ugyanúgy, ahogy mi is, az üzemek mennek, de azért itt a szállítmányozás akadozik. Tehát én azt gondolom, hogy egy-két hét, ameddigre újra rendbe fogunk kerülni, tehát minden egyes üzemgyár egyik meg fogja kapni a számára szükséges alapanyagot, addig meg egy kis türelmet kell kérnünk, hogy azokat a mennyiségeket, amiket a háztartásoknak lenne igénye, le tudjuk gyártani. Tehát azzal kapcsolatosan azért szeretnék megjutatni mindenkit, hogy búzával, és ezt azt hiszem, hogy elmondhatom, az összes magyar malomról megvan mindenki aratáson túlig. Tehát mindenki úgy tervez, hogy legalább egy hónap vagy két hónap legyen meg a teljes havi mennyiségére, ami neki szüksége van. Tehát ez azt jelenti, hogy július végéig, augusztus közepéig mindenki megvan búzával. Tehát most, hogyha ezt a mi üzemünkre vetítjük, mi közel 4000 tonna búzát felölünk egy hónapban. Tehát, hogyha ezt megkérdezzük, hogy mennyi búzánk van, akkor egy nagyon egyszerű szorzással ki lehet számolni. Én azt gondolom, hogy mondom, hogy a Gabona Szövetségnek a vezetőjével is egyeztetve, nyilván most mi velük kapcsolatban vagyunk forródróton, minden malomnak megvan a megfelelő mennyiségű búzája, ahhoz, hogy akár a pékipart, gondolok én itt a sütőiparra, minden egyéb kisebb-nagyobb sütődére ki tudjunk szolgálni. Ezzel kapcsolatosan semmi probléma nincs. Azzal, hogy most lecsökkent a boltokban a csomagolt lisztnek a száma, ez nagyon egyszerű,
nem volt felkészülve a magyar malomipar arra, hogy ekkora mennyiségű plusz igény jelentkezik, de nem tisztel nem volt felkészülve, hanem csomagolóanyaggal. Uh-huh. Tehát jelenleg is folyik a kiszállítás nálunk is, tehát eljönnek ide hozzánk, látják, raktározunk 20 kilós kiszerelésben, 50 kilós kiszerelésben lisztet, tehát ezzel nincsen probléma. Tehát ameddig nevezzük azt, hogy az állam vagy a helyzet engedi, addig itt a kollégáim ügyesen gyártják a lisztet, gyakorlatilag a molnárok, addig a többi kollégám is nagyon odafigyelve a kiszállításba, a tervezésbe, a gyártásba, tehát akár a rezsákolókat, mindent kit elmondhatok. És ha lehet, itt megragadnám az alkalmat is, hogy külön megköszönjem mindenkinek a hozzáállását, mert most szombat, vasárnap is menni fogunk az üzemmel, annak érdekében, hogy raktárkészletet tudjunk képezni, tehát hogyha bármi, ne adj Isten, akkora probléma lenne, akkor is zavartalanul ki tudjunk szolgálni mindenkit. Na most mit csináljunk azokkal, már mi nem azokkal, hanem azzal a rengeteg mennyiségű liszttel, amit egyesek megvásároltak. Tehát itt 20-30-40 kilókról beszélhetünk, én is láttam saját szememmel olyat, ahol ezek, sőt, talán nem is tudom, 10-12-es pakokban vannak ezek? 10-esbe? 10-es gyűjtőben vannak. Na, tehát akkor... Hát igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Arra szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy a liszt az egy élő, lélegző dolog. Tehát gondolom, itt nagyon sokan, akik vásároltak most lisztet, lehet, hogy az elmúlt fél évben sem vásároltak lisztet, vagy lehet, hogy az elmúlt egy évben sem vásároltak lisztet, most már vettek 20-30-200 kilót. Nyilván ezt látjuk mi is. Egyre szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy mivel ez az áru lélegzik, ezért, hogyha olyan környezetbe tesszük, ami párás, ne adj Isten, pince, krumplizsák mellé, répa mellé, és a többi olyan helyre, ami nem egy teljesen száraz terület, akkor ez magába tudja szívni a nedvességet. Ha felveszi a nedvességet, akkor nyilván meg előbb-utóbb elindul a penészesedési folyamat. Viszont azt azért látni kell, hogy a lisztnek, amit vállalunk szabadsági határidőt, az 6 hónap. De azért egy kicsit menjünk vissza egy 50-60 évvel ezelőttre, amikor még nem volt ekkora kínálat a piacon, akkor évente egyszer le kellett törölni a búzát, ami most is úgy van, és aztán évente párszor, vagy egyszer, vagy kétszer, amikor mentek a malmok, akkor nyilván leöllették saját maguknak a háztartások a kis búzájukat, és akkor lett belőle liszt. Ezeket akár egy évig is el tudták tárolni, most is el lehet tárolni a lisztet, akár egy évig is, csak megfelelő száraz helyen. Tehát ez a száraz az azt jelenti, hogy tényleg egy szobaszárazságot kell elképzelni, hogy nehogy fel tudja venni a nedvességet, párát. Az a baj, hogy kevés panel lakásban van szállító padozat. De ott nem kell, ott száraz a levegő egyébként. Tehát tegyük a könyves, akkor a könyves polcra a könyvek mellé. Tehát, hogy, és akkor ott. Inkább akkor a lemezek közé, ha már liszt. Á, de igen. De egy a lényeg, hogy az erkére azért ne tegyük ki. Tehát azért ne tegyük ki az erkére, mert ott a hideg-meleg pára lecsapódás az azért nem teszi ott a lisztnek. Tehát erre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Illetve, hogyha lehet, az még egy jó tanács, hogy a zsugorfóliából vegyük ki. Tehát a zsugorfólia az ugyanúgy a... Ja. Nagyjából mennyi ennek az átfutás ideje? Tehát azt tegyük fel, nem vettem ugyan, de ha vettem volna mondjuk 40 kiló lisztet, akkor most meddig kellene ezt elhasználnom? Tehát meddig lehet tárolni egy lisztet? Évekig? Most nem. Amit szabatossági időt adunk rá mi, illetve a Magyar Élelmiszer Könyv szerint adott idő, az fél év. Azt senki nem veszik olyan. Normáltárolási körülmények között igazából vannak erre tesztek, tehát nyilván mi is teszteljük, nézzük. Mondok egy jó példát, itt Olaszországban, hogyha azt nézzük, hogy meddig lehet eltárolni a lisztet, a magyar élelmiszeripari szabvány szerint 6 hónap, az olasz szerint pedig 1 év. Tehát most, hogyha innét nézzük a dolgot, akkor akár egy évig is el lehet tárolni, nyilván csak a tárolási körülményeknek a arra voltam kíváncsi, hogy mikor jelenik meg a Vaterán a liszt. Mikor lehet olcsó menni a vaterán lisztet? Egyébként nem olyan rossz kérdés. Hát, ez. Nem tudom. Tehát... Hozza magával áremelkedést esetlegesen ez az igény? Nem. Uh-huh. Tehát akkor ez nem lesz drágább a liszt. Ez hatóságilag kötött? Tehát ez nem a... Nem, nincs hatósági kötelezettség. Ugye ennek két irányból tudsz vásárolni a lisztet. Az egyik három irányból tudsz vásárolni. Az egyik az a multik, tehát a multiknál a hosszú leszerződött, de hát persze nyilván ők döntenek egyet, és akkor mindjárt megváltozik megint minden, de általában hosszú szerződött kötések vannak, itt mennyiségre, stb. Mindenre, mennyiségre, illetve fajtára. Hát a kisboltosokról nem tudok nyilatkozni, hogy ők hogyan árazzák be a lisztüket. Én azt tudom mondani, hogy nálunk, tehát a mi partneri körünkben, akit mi szolgálunk ki, mi
annyira adjuk, mint ezelőtt. Tehát arra odafigyelünk, hogy ne az legyen most, hogy ennek okán, hogy ekkor igény van, akkor most mindenkit úgymond, hogy kipróbáljuk használni ezt a helyzetet, hanem inkább szolgáljuk ki rendesen mindenkit, mert ennek azért meg lesz a visszahatása is, tehát azt azért ne felejtsük el, hogy ez a másfél kiló liszt per hó felhasználás, ez normál esetben most is annyi, meg 6 hónap múlva is ugyanaz lesz. Tehát majd 6 hónap múlva, amikor eltűnik innét ez a koronavírus, akkor gyakorlatilag ugyanúgy vissza fog csengeni, vagy vissza fog menni a háztartásoknak a fogyasztása erre a másfél kilóra, hiszen nem lesznek otthon a háziasszonyok, nem lesznek otthon azok az emberek, akik felhasználják. Hogy akkor mit fognak kezdeni ezekkel a felhalmozott készletekkel, azt nem tudom. Lehet, hogy mindenki megtanul sütni, amit nem nagyon hiszek, mert nagyon sok időt meg energiát veszel. Hát majd meglátjuk. Úgyhogy nem tudom. Hát no, majd meglátjuk. És egyébként a saját családod szintjén hogyan élitek meg ezeket a megelőzéseket, illetve hát mire számítotok az elkövetkezendő napokban, hetekben, uram, bocsán, ne legyen így, de akár hónapokban is? Hát egyszer azért vissza szeretnék térni ezzel kapcsolatban az üzemhez, tehát minden lehető óvintézkedést megtettünk annak érdekében, hogy az üzemben látogató, az üzembe bejövő külső személyeket úgymond a lehető legjobb mértékben korlátozzuk, előírtuk a gumikesztyűt, előírtuk a szájmaszkot, előírtuk a készfertőtlenítést, van egy portaszolgálatunk, aki ezt nyilván ellenőrzi is. Az üzemnek minden egyes területéről, ahol lehet ne csatlakozni, vagy be lehetne jutni az üzembe, és én itt egy nagyon egyszerű dologra gondolok igazából, mert normál esetben sehová nem mehet be a külsős, nyilván élelmiszeripari üzem vagyunk, de attól van pihenőhely, amit eddig a teherautó sofőrök például használatba vehettek, gondolok én megint egy kávéra vagy pihenni, illetve az üzemhelyiségek. Most a kávézós pihenős helyről kitiltottunk mindenkit, az üzemhelyiségnél pedig egy mobil WC-t rendeltünk, amit gyakorlatilag csak ők tudnak használni, ezáltal védjük az összes üzemen belül dolgozó kollégát. Nyilván mindenkit felláttunk, vagy elláttunk készfertőtlenítőszerekkel, szájmaszkkal, illetve gumikesztyűvel. Ami pedig hát a családomat illetén azt gondolom, hogy mindenki másnál is, úgy látok is, Zoli, a gyerekek most otthon vannak, a feleségem otthon van, a nagyszülőket arra sarkaljuk, hogy maradjanak otthon, tehát nem mászkáljanak. Igazából ez az egész maradjunk otthon kampány most arról szól, hogy az időseinket meg tudjuk védeni, hogy ne legyen probléma. Úgyhogy azt gondolom, hogy ugyanezen mentén megyünk mi is. Nyilván valamennyi élelmiszert mi is vásároltunk annak érdekében, hogy ha ne adj Isten esetleg valamelyikünk kidől, vagy a párom, vagy én, akkor normális menetbe tudjon menni a háztartásunk. Én azt gondolom, hogy mindenki fegyelmezetten jól odafigyelve, legalábbis az én baráti körömben, az én családi körömben van erre egy kis csoportunk, ahol egymás információkat, mondjuk azt, hogy a nagy okosságokat megosztjuk, és azért azt látom, hogy nagyon odafigyel mindenki, tehát úgy a család idősebb tagjaira, úgy a gyerekekre, tehát mindenki felkészült ezekkel a védőfelszerelésekkel, tisztítószerekkel, úgyhogy ezt tudom tanácsolni mindenkinek, hogy aki még ezt nem tette meg, az igenis vegye komolyan ezt a dolgot, mert így lehet csak azt, hogy minél hamarabb megállítsuk. Tehát én azt gondolom, hogy ebbe az irányba kell tartani, meg ebbe az irányba is kell maradni. Köszönjük szépen akkor, hogy a rendelkezésünkre álltál, és mind a kollégáidnak, mind természetesen családodnak egészséges heteket és hónapokat kívánunk az elkövetkezendő időszakban. Köszönöm szépen, minden jót kívánok én. Szervusz, szia. Szia. A liszt ment, az az egészen pontosan Lengyel Tamást, a Dunaföldvári Malom igazgatóját hallhattuk az elmúlt percekben.